Április 4-én van hazánk szovjet megszállásának 75. évfordulója. Ez az alkalom szolgáltatta annak a videósorozatnak az első részét, amelyet a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ a közösségi médiában és a Vásárhelyi Televízióban indított el. Ez a nap azért maradt emlékezetes, mert a náci német megszállókat a kommunista Szovjetunió hadereje váltotta. Egy megszállás helyett jött egy másik megszállás, és hát természetesen ennek minden emberi árát meg kellett fizetni. Nagyjából 700 ezer embert hurcoltak el Málenki robotra, nagyjából 200-250 ezer nőt erőszakoltak meg, és erről dokumentumaink is vannak. Ezt a szörnyű emberi árat meg kellett fizetni. És a legkülönösebb az volt, hogy az emberek nemhogy az őszinte élményüket nem mondották el 44-45-ről, hanem kifejezetten ünnepelni kellett. Hódmezővásárhelyre már 1944. szeptemberében érkezett egy felderítő csapat, amely olyan nagy riadalmat keltett, hogy a városi alkalmazottak és a lelkészek nagy része elmenekült. Többek között a domonkos nővérek is akkor tették át székhelyüket a Dunántúlra. 1944. októberében vonultak be a szovjet csapatok Hódmezővásárhelyre lényeges ellenállás nélkül, ilyen kisebb törekvések voltak, de szervezett ellenállás nem. Ugye a városban haderő nem is állomásozott abban az időszakban, és a második ukrán frontnak egyébként a 228. és a 243. hadosztálya utóbbi csak részlegesen vett részt a város megszállásában, és természetesen megkezdték a város átvételét. Hódmezővásárhely 1944. decemberében komoly szerepet vállalt az ideiglenes nemzeti kormány megalakításában. Az egyik parlamenti képviselő a helyi Takács Ferenc lett, aki később miniszteri széket is kapott, hangsúlyozta az emlékpont igazgatója. Majd hozzátette, az ország nagyobb részével ellentétben Hódmezővásárhely szerencsésen és minimális áldozatokkal könyvelhette el a szovjet megszállás napjait.